színes térkövek, új padok és még több zöld terület, mintegy 100 millió forintos beruházásnak köszönhetően a teljes Salétrom utca megújult. Estcsütörtökön Varga Tamás országgyűlési képviselő, Cserpalkovics András városunk polgármestere és a terület önkormányzati képviselője Molnár Tamás mutatta be nekünk. Tartsanak velünk, ezzel fogunk foglalkozni a mai esti mérlegben. Így néz ki most a felújított Salétrom utca. A három ütemben megvalósult fejlesztés során új burkolatot, csapadékvízelvezetőket, padokat és zöld felületet kapott a panelházak és oktatási intézmények által határolt terület. A városrészben élő gyermekek és felnőttek mostantól méltó környezetben tölthetik szabadidejüket, hiszen egy új közösségi térrel is bővült a négyes számú választókörzet. A három ütemben mintegy 100 millió forintból megvalósult beruházás keretében megújult az egész Salétrom utca. A megvalósult fejlesztéseket csütörtökön sajtónyilvános bejáráson mutatták be. A bejáráson részt vettek a kivitelezők és a közlekedési iroda képviselői, valamint a Napsugáróvoda és a Németh László általános iskola igazgatói is. Régi adósságát törlesztette a város, amikor 2016-ban úgy döntött a közgyűlés, hogy egy közösségi tér kialakításával komoly fejlesztéseket hajt végre a Salétrom utcában, ahol egyébként az 1970-es évek óta a közműcserék miatti munkálatokon kívül nem történt számottevő beruházás. Székesfehérvár polgármestere elmondta, a helyi gazdaság teljesítő képességének és az adósság konszolidációnak köszönhetően hamarabb elkészült a beruházás, amellyel egy új sétányt alakíthattunk ki a vízivárosban. Két ütemben tudtuk felújítani a Salétrom utcát, illetve egy fontos óvodánk és iskolánk előtti tereket, közművel, csapadékelvezetéssel együtt. Az első ütem még körülbelül két évvel ezelőtt készült el, másfél évvel ezelőtt, és most pedig a tavalyi év végére elkészült a második ütem is. Ez valóban egy elég jelentős és önkormányzati forrásból megvalósuló beruházás, de egy elég hosszú, azt is mondhatnánk, hogy szinte egy ilyen kis sétáló utca jelleggel tudtuk ezt a közterületet átalakítani, nem elfelejtve, hogy nagyon sokan laknak a környékén ennek a területnek, nagyon sokan átsétálnak nap mint nap ezen a területen, és itt egy óvoda és egy iskola révén nagyon sok kisebb-nagyobb gyermek, őket kísérő szülő az, aki ezt a területet használja. Én bízom benne, hogy örömüket lelik benne. Szerintem nagyon-nagyon vidám lett, ezekkel a színes kövekkel együtt szerintem kifejezetten vidám. Ugye most még ez nem látszik, tavasszal lesz egy jelentős növénytelepítés is, ami a sok zöldet is hoz majd erre a területre, növényt hoz erre a területre, és én bízom benne, hogy tényleg mindenki megelégedésére szolgál most ez a beruházás. Cserpalkovics András örömét fejezte ki, hogy a Salétrom utca új burkolatát színes kockák teszik vidámmá, fiatalossá. Az ilyen fejlesztéseknek minden város részben van értelme, és folytatni fogjuk ezt az idei évben is, ígérte a városvezető. Varga Tamás Székesfehérvár országgyűlési képviselője a bejáráson kiemelte, hogy a kormány helyes döntését az adósságkonszolidáció kapcsán jól igazolja Székesfehérvár. Az önkormányzat tud és akar is élni azzal, hogy okosan gazdálkodva az adósságtörlesztésre szánt összeget saját programja keretében fejlesztésekre fordítsa, amely az itt élők kényelmét szolgálja. Úgyhogy végig sétálunk a Salétrom utcán ebben a valóban fantasztikussá vált közösségi téren, ahol a szürke köveket nagyon jól oldják a színes téglák, óvoda, iskola, de hát azt gondolom, hogy az idősebbek is örülni fognak a megújult térnek, a padoknak, áprilisban kikerülnek a növények, és itt ezen a sok-sok méteren a Rákóczi úttól egészen befelé itt egy közösségi tér alakult ki az itt élőknek. Nagyon jó példája ez, és igazolja a kormány döntésének bölcsességét, hogy megszabadította az önkormányzatokat az adósság Guktól, és ahol jól élnek vele, a mi városunkban jól élünk vele, jól élünk a lehetőséggel, hiszen a Sára Gyula program keretében már az eredeti tervekhez képest sokkal előrébb tart a város, és így újulnak meg az utak, utcák, terek, közösségi terek, parkolók, és válik igazán közösségi az egész város. A városrészben élők mostantól méltó környezetben tölthetik szabadidejüket, hangsúlyozta a bejáráson a négyes számú választókörzet önkormányzati képviselője.
Molnár Tamás hozzátette, hogy a közösségi tér kialakítását követően immár lehetőség nyílik városrészi programokat is szervezni, amelyen szívesen vesznek részt az itt élők. A városrészben idén is folytatódnak a fejlesztések, tette hozzá a képviselő. A teljes beruházás 2015-ben indult, akkor úgy gondoltuk, hogy ez a 40 éve elhanyagolt és egy nagyon régi felülettel ellátott terület megújulásra szorul. És nem csak azt gondoltuk, hogy egy felület megújítást kell csinálnunk, hanem egy olyan közösségi teret, egy olyan sétányt kell kialakítanunk, ami alkalmas lesz arra, hogy az itt lakók esetleg programok szervezésekor, vagy az iskolába jövet, a óvodába jövet találkozzanak és beszélgessenek. Egy igazi közösségi teret szerettünk volna, és hogyha most körülbenézünk, akkor azt láthatjuk, hogy ez sikerült kialakítani. Nagyon remélem, hogy sokan fognak erre jönni, és fogják élvezni ezt a területet, és mindent meg is fogunk tenni azért, hogy olyan programokat tudjunk ide szervezni, ami összehozza a Salitrom utcaiakat. És itt még nem zárult le a feladat, ebben az évben még mindig folytatódik. Hát mondhatjuk így, hogy akkor a harmadik ütem zárójelben. Mi az, amit még majd felújul, illetve megépül? Mit vehetnek majd igénybe a járókelők, a gyerekek és azok, akik hát ugye majd jogosítványt szeretnének szerezni? Valóban szeretnénk azért a közösségi térhez még hozzáadni, és a fiataloknak terveztünk be egy olyan közlekedési kresszparkot, ami segítheti őket abban, hogy kiskorúban, kisebb korúban megismerkedjenek a közlekedéssel, és 16-17 évesen most már tudjanak majd jogosítványt szerezni, úgyhogy szeretnénk egy olyan kis kresszparkot kialakítani, ami már a Haleszban megvan, itt a belváros szélén is lehetőséget adjon a fiataloknak. A csapadékvízelvezetés megoldásával és új burkolat kiépítésével felújították a Németh László általános iskola és a napsugár óvoda előtti területet, amely mintegy 2900 négyzetméter rászkódásmentes térkőből épült, hogy a gyerekek zavartalanul tudjanak játszani a téren. A Salitrom utcától az Alba régi sportcsarnokig vezető szakasz épült meg a beruházás keretében, emellett a teljes területen megújul a közvilágítás, illetve a régi töredezett növényszegélyek és kiülők helyére különféle új padok kerültek, összesen 143 méteren. A lakótelepen élők örömére a zöld felület is megújul. Tavasszal a városgondnokság szakemberei 240 négyzetméternyi felületen telepítenek még növényeket. Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak, de tartsanak velünk továbbra is, hiszen érdemes. Köszönöm figyelmüket, jó éjszakát, viszontlátásra!